Imádkozzunk. Mennyei atyánk, jó újra a te hajlékodba lenni, és ezt tesszük a te fiad az Úr Jézus Krisztus nevében, akit a mi feltámadt hősünk, akit megismerhettünk, és akit szerethetünk, akivel élő kapcsolatunk lehet, mint feltámadt Úrral. Köszönjük, hogy ezt tehetjük Húsvét második napjának délelőttjén is. Köszönjük, hogy összehoztad a gyülekezetet távolról és közelről a te nevedben, hogy rád figyeljünk, hogy téged halljunk, hogy átvegyük az üzenetet te tőled, mert hitünk szerint itt vagy közöttünk, és számítunk rád, és bízunk te benned. Áld meg Isten tiszteletünket, és segítsél bennünket, adj jó előmenetelt, és add meg azt a bizonyságot, hogy mindaz, ami elhangzik majd, a te nagy neved dicsőségét fogja zengeni. Légy velünk az elkövetkezendő napokban is, majd amikor e hajlékból elmegyünk, hogy mint feltámadt Úr, valóban Úr legyél a mi életünk felett. Amen. Húsvét másnapi Isten tiszteletünk alkalmával szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kicsit kevesebben vagyunk már ezen a napon, ahogy ez szokott lenni, hiszen sokan vendégségbe mennek, más gyülekezetekbe mennek, hozzátartozókhoz. Az Úr áldja meg őket is a családi körben, az otthoni körben, és áldjon meg bennünket is ma ez Isten tiszteleti alkalmon. Kedves gyülekezet, keressük meg énekünket, amely így kezdődik, új ének hangja Istenünknek zengjen. 9. számú énekünk. Kívánom, kedves gyülekezet, hogy ez a szent öröm, ami az ajkon zeng, valóban realitás legyen életünkben. Kedves gyülekezet, mai igénket szeretném olvasni Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a 15. rész a 12-től a 23. igeverseket. Ismétlem, a korintusi első levél 15. rész 12-től a 23. igeverset, melyet fennállva hallgassunk meg, az igeolvasás után pedig Kertész Lajos kérem meg imádságra. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a te hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogy a Ádámban minnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint, első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. Amen. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük. Köszönjük az énekkar szolgálatát. Mielőtt az ige szólna, énekeljünk el közösen is egy éneket. A 113-as számú énekünk, amely így kezdődik, halál legyőzőjének.
Kedves gyülekezet, elmondhatjuk, hogy itt a tavasz. Sokan bólogatnak, és ez valóban úgy tűnik, hiszen az extrém időjárási körülmények, mintha éppen az ellenkezőjéről akarnának tanúskodni. De mégis azt mondjuk, hogy itt a tavasz, az életnek a zsendülése, és hát nagyon jól tudjuk, főleg akik ugye részben földműveléssel is foglalkoznak, vagy van éppen otthon egy kis konyhakertjük, hogy ezek a kora tavaszi pillanatok és időpontok a magvetésnek, a dugványozásnak, az ültetésnek az ideje. Én is így tettem, hiszen többen tudják, hogy részben ezzel is foglalkozom egy kicsit, és el lett vetve a borsó, el lett rakva a dukhagyma, és reménységben tettem ezt. Ahogy a Bibliánk, a Szentírás is írja, és a példázatban olvassuk, hogy a szántóvető elveti a vagot, és hogyan veti el? Reménységgel. Én is elvetettem, mert reménykedem abban, hogy majd eljön az az idő, amikor az, amit elvetettem, majd meg fogja hozni a gyümölcsét, amikor eljön a betakarításnak az ideje, akkor lesz termés. Izgalommal várja a szántóvető, hogy mikor bújik ki a zöld növény a földből, és nem tudjuk, nem látjuk, hogy mi történik a földben. Jézus is mondott példázatot, a magvető példázatát. Sokfelé, sokféleképpen, sokféle talajba hullik a tiszta mag. És nagyon jól tudjuk, hogy ő maga ez a tiszta mag. Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezethez ezeket a szavakat intézi, és mint egy okfejtésként írja le a feltámadás körülményeit, a feltámadás mikértjét és miértjét, mert hisz főképpen erről van szó benne. Egy egész napon keresztül hallottuk itt az igehirdetést, és legtöbben úgy vagyunk itt, hogy tényként fogadjuk el, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt. És ahogy Pál apostol mondja, ő a zsenge. És ó, de mennyire várja a szántóvető, a magvető, hogy előbújjon a zsenge, a termés. Hogy legyen ne csak vetés, hanem legyen aratás is. Jézus Krisztus feltámadása után elment az Atyához. Nyilván, és tudjuk természetesen előtte, utasításokat, instrukciókat adott a tanítványainak, de elment. Ahogy ő mondta, szükséges, hogy elmenjek, és aztán majd egyszer eljövök értetek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Azt mondhatnánk, hogy miután Jézus elment, talán nem ő a főszereplő továbbra itt a földön, pedig ő, a Szent Háromság, az egy örök Isten, hisz továbbra is ő működik. Ő általa vagyunk, ő általa létezünk, ő általa él az emberiség, a föld, a világ mindenség. De mégis azt látjuk, és azt kell megállapítanunk, és az írások is erről tesznek bizonyságot, hogy igazából véve a ma élő hívő népe a főszereplő idézőjelbe ezen a földön, a mindennapi életben. Hisz feladattal látott el bennünket az Úr Jézus Krisztus. Feladattal, és ez sokrétű és nagyszerű feladat, a feltámadás élő tanúbizonságai legyünk. Úgy, ahogy a tanítványok bizonságot tettek a Krisztus feltámadásáról, hisz ők közvetlen szemtanúk voltak, de milyen érdekes és milyen csodálatos.
Ez nem maradt az ő titkuk. Ez nem maradt az övéké. Mert a miénké is lehet. Ez a tudat, ez a hit, ez a reménység, és ez élő hit, és ez élő reménység. Egy fontos körülményt azonban nem szabad, és nem vehetünk figyelmen kívül, hogy ahhoz, hogy feltámadás történjen, ahhoz, hogy a szántóvető, amit elvetett magot, valami történjen ott a földben, hogy azáltal új álljon elő. A feltámadáshoz előbb szükség van a halálra. Nem igazán szimpatikus gondolat ez az ember számára. Pedig realitás és igazság. Ha valaki egyszer erre a földre született, annak előbb-utóbb számolnia kell azzal, hogy el is kell mennie. Pál apostol arra hívja fel a korintusiak figyelmét, hogy nagyszerű dolog, feltámadtatok, de a feltámadásnak volt valami előzménye, és ez az előzmény a halál. És ez abszolút nem szimpatikus dolog az ember részére, meghalni. Néhány gondolatot följegyeztem itt magamnak, és ezt hadd olvassam inkább. Halál és élet, misztérium. Misztérium, de egyben valóság is, mert az élet, a feltámadás olyan fogalom, amivel meg lehet barátkozni, de a halál az nem. A kereszt, meghalás, és mégis az élet útja. A kereszt a meghalás, és mégis az élet útja. És egyedül a kereszt mutatja meg, hogy miként kell meghalnunk. Miként kell meghalnom, hogy éljek, de a feltámadás képessé tesz minket, engemet arra, hogy úgy halljak meg, úgy halljunk meg, hogy az az élethez vezessen. Mennyire összefüggésben van a kettő egymással, és mennyire összekapcsolódik a kettő egymással. A kereszt, mondhatjuk azt, hogy feltámadás nélkül példa, de feltámadással együtt már erő, erő és hatalom. És a feltámadás teszi lehetővé számunkra, számomra a keresztnek az útját. Hisz Jézus megmondta, hogy aki engem akar követni, vegye fel az ő keresztjét, tagadja meg magát, és úgy kövessen engem. Pál apostol, amikor a feltámadásról, az új életről beszél, Krisztusról beszél, és ez párhuzamba teszi a saját életével. A saját életében a Krisztus halála és feltámadása a valóság. Rossz kifejezés az, hogy párhuzamba van a kettő egymással, mert nem párhuzamba, egybe, összefonódik a kettő egymással. Pál apostol a Filippi gyülekezethez ezt írja, 3. rész 10-11. vers, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, valamint az ő szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Pál apostol vágyakozik, tudja, hogy miről van szó. Jézus halála, feltámadása, a megismerés. És Pál apostol nagyon jól tudja, hogy itt nem csak Jézus Krisztusról van szó, hanem őróla is szó van. És amikor ezt olvasom, akkor rólam is szó van. Meghalni, szenvedni, meghalni és feltámadni. Pál apostol Timóteusnak azt üzeni, emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki a Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Igaz beszéd ez, hogy
Ha vele együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni is. Meghalás és élet. Pál apostol nem csak önmagáról beszél, mert ahogy Jézus is tette, amikor tanított, amikor az övével volt, és amit mondott, az nem csupán kimondott szó volt, hanem nála gyakorlat és élet volt. És ha megfigyeljük Pál apostolnak az életét és tanítását, nála is ezt láthatjuk. Ő, amit mondott, nála az élet és gyakorlat volt. Pál apostol a következőkben, a római levélben, a 6. rész 9-től a 11. versben azt mondja, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt a bűnnek. Egyszer és mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is, és itt már rólam, mindannyiunkról van szó, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztusban. Hát hogyan van ez? Nem a saját magam ura és tulajdona vagyok? Ezek szerint nem. Mi szörnyűséges és milyen jó megállapítás mégis. Nem vagyok saját magam ura. Pál apostol, amikor a test és a lélek gondolata keveredik és harcol közte az ő életében, hányszor és hányszor meg kellett vívni ezt a harcot? Míg elmondhatta, hogy nem én, hanem Krisztus, aki bennem él. Milyen jó is lenne, ha többé nem önmagunknak tudnánk élni, hanem annak tudnánk teljes egészében élni, aki értünk meghalt, szenvedett, és aztán győzedelmesen és dicsőségesen feltámadott. De jó is lenne, hogyha ez valóban realitás és valóság lenne minden hívő életében. És Pál apostol életről beszél, nem létezésről, mert lehet létezni, de lehet a szó igaz értelmében élni. Élni a Krisztussal. Ezért tudta Pál apostol kimondani azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És milyen jó lenne, és milyen jó, ha mi is, a hívő ember is el tudja mondani, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A halál és a feltámadás nagyon szoros kapcsolatban és összefüggéssel vannak egymással, és ez egy folyamat. A hívő ember, a ma élő ember életében egy folyamat, egy történés, aminek a vége egy dicsőséges és nagy dolog. És rajtunk függ, hogy ez a folyamat hogy alakul. Nyilván, természetesen, ha élő kapcsolatunk van az Úrral, ez a folyamat gördülékeny, és halad is jól. De hányszor és hányszor van jaj, amikor nem igazán olyan a kapcsolat az élő Úrral, a feltámadt Úrral, amilyennek igazából lennie kellene. Pál apostol a római gyülekezetnek azt mondja, mikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Jaj, de milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Gyümölcs, eredmény. Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál,
az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet. Ajándék. De nem megy gyümölcstermés nélkül. És nem mindegy, hogy a termés, a mag milyen gyümölcsöt fog hozni. A mindennapi élet, a küzdelmeink és harcaink nagyon sokszor, és a legtöbb esetben erre a földre, a környezetre irányítja és szegezi a mi figyelmünket. Pál apostol egy nagyon figyelemre méltó kijelentést tesz, amikor azt mondja, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor ti is vele együtt megjelentek dicsőségben. De jó is lenne. De vajon, kedves gyülekezet, nem sok az, hogy az odafelvalókkal törődni állandóan? Egyáltalán lehetséges ez? Egyáltalán ki tudjuk vitelezni a mi életünkbe? Hogyan lehet az, hogy az odafelvalókkal törődök, és közben törődnöm kell a környezetemmel, az embertársaimmal, a családommal? Jézus Krisztus az ő életében nagyon is bebizonyította azt, hogy a kettő nagyon szorosan kapcsolatban van egymással. Mert kincseket gyűjteni a mennyben másképpen nem lehet, csak úgy, hogyha itt a földön a gyümölcsöket, a kincseket gyűjtöm. Az embertársi kapcsolatban, a családban, a környezetben. Keressétek először Isten országát, hangzott Jézus Krisztus szava, és az ő igazságát, és a többiek ráadásul megadatnak néktek. Ígéret, és sokszor ezt tapasztaljuk is, ennek a valóságát, erejét, de ez nem csupán ígéret, hanem valóság lehet. Isten országának keresése, mert ez nem pusztán csak keresés, mert aki ezt erre felhívta a figyelmet, azt is mondta, hogy aki keres, az talál, az őrgetőnek pedig megnyittatik. Keressétek először Isten országát. Jaj, Robi, de sok baj van veled. Hányszor megfordítod a sorrendet? Nem az Isten országát keresed, hanem talán mást keres. A szántóvető, aki elvetette a magot, a földműves, aki elvetette a magot, várja a gyümölcstermésnek az idejét, a gyümölcsszedés idejét, és amikor a borsót én is felszoktam szedni, látom, hogy szép a termés, vagy éppen talán kevésbé szép, de talán nem is ez a lényeg, hanem amikor kiszedem és tövestől szoktam kiszedni, hiába keresem a magot, amit elvetettem, mert az nincs. Ellenben ott a termés. És legyen az bő, vagy legyen az akár szűkebb, termés, és az Isten dicsőségére van. Mert ő adja a növekedést. Pál apostol mondja, a munkatársak sok mindent elvégezhetnek, öntözhetnek, kapálhatnak, gyomlálhatnak, de a növekedést az Isten adja. Hát adja meg az Isten, a mindenható Isten a növekedést a mi életünkben is, a gyülekezet életében is. Kárpótolja a földművest az elvetett mag tekintetében a learatott termés, a felszedett gyümölcs.
Bibliánk a gyümölcsszedésnek erről az idejéről is betekintést ad. Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetnek így ír, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt, az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Istennek harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből és, először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk velük együtt, elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Pál apostol a tesszalóniakat vigasztalásra buzdította. Kedves gyülekezet, a feltámadás reménysége, az élő Úrral való találkozás reménysége bennünket is kell, hogy vigasztaljon. A tavasz a magvetésnek az ideje, a földművelésnek az ideje. Legyen minden szív talaja jól előkészítve a tiszta mag előtt, és kívánom azt, kedves gyülekezet, hogyha eljön majd a betakarításnak az ideje, bő gyümölcstermés legyen mindenki számára, minden testvérem és minden hallgató számára. Amen. Hallgatjuk az énekkart. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztusban, a mi Úrunkat, a feltámadt és élő megváltót ismerjük és tudjuk. A feltámadás ereje biztosítva van, hisz nem mi garantáltuk, hanem ő garantálta, és ez mindannyiunk életében valóság lehet. Már most itt a földi létben feltámadni a halálból az életre,
de majd ez egykori realitás és valóság is lehet. Arra szeretném buzdítani a kedves gyülekezetet, hogy a hallott igék az üzenet fényében egy-két mondatban boruljunk imádságra az Úr elé, adjunk neki hálát a feltámadási hitért, a feltámadás reménységéért, és kérjük őt, hogy legyen életünk nehézségeiben, próbáiban, harcaiban, hogy ez a reménység, ez a hit minden időben tudjon elég erőt adni a harchoz, a küzdelemhez, a győzelemhez. Egy-két mondatba hangosan leborulva imádkozzunk, majd utána én hangos imádsággal fejezem az ima sort. Amen. Amen. Téged magasztalom, örökké való Istenem, mennyei édes atyám, egy csodálatos magvetőjét, áldott szent fiadat, az élet magát, a kereszt halálát, köszönöm, Uram, hogy nem maradt sírva, dicsőségesen feltámadt minden bizonyítékkal, teljesen körülvéve, s kétséget kizárva. Köszönöm, Uram, hogy ez nem csak látomás, az ismeret, az elmélet, hanem csodálatos megtapasztalás, egyébként ennyivel elhozott itt téged, váltságot. Mi is Amen. Amen. Úr Jézus, köszönöm, hogy megváltásunknak az Istenet, hogy megbocsátnak a bűneit, és új életed van. Köszönöm, hogy reménységet adtál a szívembe. Az, hogy az új élethez igazodó irányultság egyre teljesen legyen az életedben, minél többet foglalkozzak az odafeladatokkal. Amen. Amen. Úr Jézus, megköszönöm te néked, hogy halálod és feltámadásod ágyban, nekem is élő megváltóban. Kérlek, lakozzál az én szívemben, hogy a Földön még itt vagyok feladatomat, Krisztusi
és ugyanez a lelkületnek. Készüljük a lelkületnek. Amen. Úr Jézus, köszönöm te néked, hogy a te halálod és feltámadásod gyümölcsöt termett. És ebben a gyümölcsben én magamat is ott érezhetem. Köszönöm te néked, hogy sok életet mentettél meg. Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, az életnek, a feltámadásnak a híre, hogy legyőzted a halált, és az én halálom által, mert nekem is meg kellett halnom, és meg kell folyamatosan halnom az óembernek, a bűnnek, új életem lehet, és a feltámadásnak a letéteményese lehetek. Légy az elkövetkezendő napokban, hogy ebben a hitben és ebben a reménységben tudjam és tudjuk élni a mi életünket, a te dicsőségedre. Készíts magadnak kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekvőt, és légy a te népeddel mindenütt, azokkal is, akik ma nem tudtak itt lenni, akik betegágyhoz vannak kötve, sóhajtoznak gyengeségeik miatt, vagy különös terhet viselnek. Segíts ebben testvéreinket és embertársainkat, a környezetünkben levő embereket, és segíts meg abban bennünket, hogy magvető tudjunk lenni a helyünkön, a mindennapjainkban, a mi környezetünkben. Amen. Isten tiszteletünk végén szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket is, különösen azokat, akik az ünnepnek ebben a szakában vannak velünk. Az Úr áldja meg a mi életünket, és adjon igaz, élő, feltámadási hitet mindannyiunknak. Hirdetéseinket szeretném elmondani. A jövő vasárnapi alkalmunk 9 órakor imaóra, illetve eheti már, hiszen hétfői napunkat tudjuk. A vasárnapi iskola 9 óra 30-kor, 10 órakor úrvacsora istentiszteleten lehetünk együtt, majd pedig utána tagfelvételi tanácskozásunk lehet. Délután 5 órakor lesz újból istentiszteletünk, Nagy Gergely testvérünk fogja közöttünk az igét hirdetni. Távolabbi programjaink április 14-én délelőtt szintén tagfelvételi tanácskozásunk lesz. Április 21-én bemerítési istentiszteletünk lesz, majd a rákövetkezendő héten is. Mindegyik alkalomra imádkozó szívvel készüljünk, és az Úr áldja meg ezeket az alkalmakat, szóljon a szívekhez, szóljon a vendégekhez, akik körünkbe lesznek, és különösen áldja meg azokat, akik az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttek, hogy ez valóban mély és maradandó döntés legyen az ő életükben. Befejező énekünket keressük meg, kedves gyülekezet. Vidd a jó hírt minden tájra, 488-as számú énekünk, minden verszakát fennállva énekeljük el. Thank you.
végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel Uram Jézus.